Egy Ugandában forgatott filmmel érkezett a Színefestre az Otthonunk Miskolc program. Tegnap délután mutatták be Laca Zsóka afrikai árvaházban készült dokumentumfilmjét, a magyarországi premiérnek teltház volt. Mostly children can be seen. Who carry water instead of going to school. Egy ugandai árvaház mindennapjai a filmvásznon. A 20 perces dokumentumfilm az ott élő gyerekek életét, boldogságát és nehéz sorsát mutatja be. Anya is vagyok, nekem ez döbbenet. Ezt azt gondolom, hogy mi itt beszélgethetünk róla, de átérezni sem tudjuk. A filmben a gyerekek maguk mondják el, hogyan kerültek az árvaházba, vagy milyen hivatást szeretnének választani. Benne van az iskola, a falusi élet, ahogy a gyerekek hordják a vizet, ahogy önfeledten énekelnek magfejtés közben. Szajkó Éva Anikó a rendezőt második ugandai útjára elkísérte, és a filmbemutatóra is kíváncsi volt. Azért tetszett nagyon nekem ez a film, mert nem törekedett érzelgősségre, ugyanakkor mégis megható volt, ahogy a gyerekek életét bemutatta. Én láttam valóságban ezeket a dolgokat, úgyhogy tényleg el tudom mondani, hogy a film az teljesen realitást mutatja. Laca Zsóka gyermekkori álma vált valóra, amikor kijutott Afrikába, az ugandai árvaházba. Legutóbb egy hónapot tartózkodott kint, az utolsó egy hétben párja is kilátogatott hozzá, és együtt forgatták a filmet. Az alapítványnak, ahova én tavaly évben másfél hónapra kiutaztam, neki készítettük ezt propagandafilm céllal, és igazából csak megmutatjuk a világnak, hogy milyen az élet, és hogy hova kellene a segítség természetesen, de ezt egy boldog, vidám élettel mutattuk be. A Pearl of Hope című amatőr filmet Magyarországon először az Otthonunk Miskolc programban láthatták a Színefeszten. A program helyi kötődésű alkotók munkáit mutatja be. A szervezők minden évben kutatják a miskolci tehetségeket, a városi és borsodi történeteket.